Ma már szinte nincs olyan hatósági ügy a nyíregyházi önkormányzatnál, amelyet az ügyfelek ne kezdeményezhetnének online úton, kivéve azokat, ahol személyes megjelenés kötelező, mint például az anyakönyvi ügyek esetében, mondta el Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere. Az ügyfélkapcsolatunkban egyre inkább áttörődik az elektronikus ügyfélkapcsolat maga az önkormányzat esetében is, de az önkormányzat egy nagyon bonyolult, hatalmas nagy rendszer. A nyilvántartások, az adatbázisok számítógépeken futnak, a beszámolók, a pénzügyi nyilvántartás ügyfeleknek az adatok a nyilvántartásra, tehát ez egy óriási rendszer, és számunkra is első számú fontosságú az, hogy ezek az adatok biztonságban legyenek, és nehogy illetéktelenek hozzájussanak. Tehát ebben a nagy rendszerben az önkormányzat egy nagyon fontos szereplő. A nyíregyházi székhelyű Giganet internet szolgáltató Kft. Ügyvezetője azt mondta, cégük naponta 4-5 ezer hacker támadásnak áll ellen, és a koronavírus ideje alatt különösen megnőttek a kiberbűnözők által elkövetett bűncselekmények, mivel az elmúlt években a társadalom jelentős része kényszerült otthoni online munkavégzésre. A világ minden tájáról robotizált szkriptekkel automatikusan futtatják, keresik a hackerek a rést a pajzson, hol lehet bebújni és hol tudnak erőforrásokat foglalni. Heizer Károly helyettes államtitkár úgy véli, a mai digitális technológia számára körülbelül annyira vagyunk kiszolgáltatva, mint egy 2 éves csecsemő, amikor kimászik az erkélyre. Folyamatosan ki vagyunk téve a kockázatoknak, és nem csak az okostelefonok használóiként, hanem minden olyan intézménynél is, ahol ügyfélként vagy épp paciensként megfordulunk. 2017-ben például brit kórházakat támadott meg egy zsaroló vírus, de hasonló esetek a világ minden pontján előfordulnak. Magyarországon egy év alatt 20 milliárd dollárnyi kárt okoztak a kiberbűnözők, ami nagyon komoly összeg, és nem beszélve arról, hogy az anyagi káron kívül még egyébként milyen kárt okoztak. A kiberbűnözés egyik új terepe lehet a közlekedés, nyilatkozta stábunknak Bódi Antal, aki a jövő közlekedésének kutatója és egyben előkészítője. Mint mondta, egy mai modern jármű százas nagyságrendben is tartalmaz processzorokat, tehát azt is mondhatjuk, hogy egy kereken gördülő számítógép. Éppen ezért különösen fontos a védelme. Gyakori, hogy is mondjam, bűnözői magatartás, hogy megzsarolják az autógyárat, hogy hát én képes vagyok akár menet közben is megtámadni a járművedet, és hát voltak is precedensek, hogy megmutatták, hogy be tudják terelni mondjuk egy árokba egy menő autót, vagy leblokkolják az autópályán, vagy bármi egyéb dolgot csinálnak. Tehát nyilvánvaló, hogy ezt így kell kezelni, tehát mindig arra kell készülni, hogy ki kell tudnunk védeni a támadási potenciálokat. A Nyíregyházi Egyetemen tartott konferencián a városi internetszolgáltatás és a közlekedés biztonsági kérdések mellett az orosz-ukrán háború kiberteret érintő tanulságait is elemezték. Emellett az előadók hangsúlyozták, hogy az információ biztonság terén az első lépés a felhasználói tudatosság elérése, ahogyan arra a konferencia címe is utalt, gondolkodj mielőtt kattintasz.